Sziasztok! Jámbor Eszter vagyok, én csinálom a sexuli.hu szex ismeretterjesztő oldalt. Ebben a videóban arról lesz szó, hogy mit jelent az, hogyha valaki szexpozitív, és hogy te hogyan tudsz szexpozitívvá válni. Az első és legfontosabb dolog, hogyha szeretnél szexpozitív lenni, hogy ne ribancozz. Hiába van valakin túl rövid szoknya szerinted, vagy hiába túl mély a dekoltázsa, vagy szerinted túl sok emberrel fekszik le, ne ítélkezz mások felett, pont ahogy te sem szeretnéd, hogy feletted ítélkezzenek. A mások szexuális viselkedése egyszerűen nem a te dolgod, ennyi. Aztán az is nagyon-nagyon fontos, hogy legyél nyitott. Először is önmagaddal. Akár próbálj ki önkielégítés közben más dolgokat, olvas erotikus irodalmat, csinálj olyat, amit eddig még nem csináltál. Fontos, hogy soha ne veszítsd el a szexuális kíváncsiságodat. Aztán ne fújjad le csípőből más fétisét, de úgy is fogalmazhatnék, hogy ne fújjad le csípőből más vágyait. Ez nem jelenti azt, hogy olyat kell csinálnod, amit nem szeretnél, de ne vedd fel ezt az attitűdöt, ami rögtön csípőből elutasít mindent, ami szerinted a normálistól eltérő. Ha szexpozitív szeretnél lenni, annak egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy ne nézd le a szexmunkásokat. Magyarországon a szexmunka 1999 óta legális. A szexmunkások emberek, ugyanolyan jogaik vannak, mint neked, vagy bárki másnak. Ha szeretnél szexpozitív lenni, akkor kellő nyitottsággal, türelemmel és önismerettel ezt megteheted, bátoríts erre másokat is. Olyan jó lenne, ha olyan országban élhetnénk, ahol mindenki bátran megfoghatja a szerelme kezét az utcán, anélkül, hogy beszólnának neki. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, gyertek, kövessetek itt, vagy Instagramon, ahol kommentelhettek is.